Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. A mai adásban nagyon-nagyon különleges vendégeim vannak, két fiatal lány, akik légtornász világbajnokságon ezüstérmesek lettek, külön-külön kategóriában és szeren. Sziasztok, köszöntelek benneteket itt a stúdióban. És akkor azért is vagytok szerintem különlegesek, mert hogy nagyon fiatalok vagytok még, és már nagyon nagy eredményt értetek el, innen a városunkból vittétek a jó hírét a légtornának. Mikor kezdtétek el ti a légtornát? Hány éves korotokban kezdtetek el foglalkozni ezzel a sporttal? Hát igazából én 5 éve kezdtem, az Anna pedig csak fél évvel előttem, és fél éve. Nem mondtam el a neveket, Barica Zsófi, aki az imént beszélt hozzánk, és Barica Anna, a testvére, ők egy testvérpár. És akkor Anna, te hogyan kezdted el? Hát én nagyon tetszett a cirkuszban, amit láttam, és megtaláltuk a Hajnit és az ő egyesületét, és én úgy oda mentem, és a Zsófi pedig utána folytatta és követett engem. Igen, ez a hajlalmozgástér, ugye, ahova ti jártok, és akkor hány éves korotokban kezdtétek el, Anna, te? Én olyan 14 körül. Hát én olyan 9-10 körül. Te most 14 éves vagy, akkor végülis 5 évvel ezelőtt kezdtétek el. Mi volt az, ami a leginkább megfogott benneteket, amikor mondtad, hogy például te cirkuszban láttad ezt a sportot, vagy művészetet, vagy nem is tudom, minek nevezem? Hát olyan különleges volt, hogy nem csinálnak az emberek, csak úgy minden nap, aki szembe jön velem az utcán, és tetszett. És akkor te az Anna után kezdted már el, tehát hogy az Igen. ő hatására? Hát addig szólongatottam, eddig el nem mentem megnézni egy edzést, és ott nagyon megtetszett a légkör, meg minden. Nektek, amikor így először láttátok fönt, mert ugye hát azért ez magasban történik ez a sport, vagy ez a művészet, amikor először láttátok, akkor nem ijedtetek meg, hogy azért ez egy veszélyes dolog, hogy nehéz lehet esetleg ezt elsajátítani? Nem igazán, mert ugye amikor edzések vannak, akkor nem dolgozunk olyan magasan, mint például egy fellépésen, vagy egy versenyen, így nem olyan ijesztő. De amikor először láttad a cirkuszba, akkor nyilván nagyon magasan volt. Hát igen, de úgy meg még nem gondoltam bele, hogy ijesztő lenne, hogy milyen ezt csinálni. És te? Hát én mindig is jobban féltem, mint ő, de amikor így néztem, akkor egyáltalán nem, hogy én is olyan magasan leszek. Ugye ez a légtorna többfajta eszközből áll, vagy igen, tehát többfajta eszközön lehet ezt a sportot elsajátítani, aztán később gyakorolni. Milyen eszközök vannak? Segítsetek a nézőknek és nekem, hogy milyen eszközök vannak a légtornában. Van a karika, a hemok és a tisú vagy szilk. Hogyha mondjuk az én kislányom szeretné ezt elsajátítani, akkor melyik eszköz az, ami a legjobb számára, hogy meg el tudja kezdeni valahol ezt a légtornát? Hát ez a hemok, amelyikkel általában kezdeni szoktuk. Azon úgy meg tudja tapasztalni, hogy milyen ez az egész dolog, és úgy ezzel könnyebb elkezdeni. És a következő fokozat az pedig a szilk lehet, vagy a tisú? Hát igazából választható, akinek amelyik jobban tetszik, arra szoktak rágyúrni. Jó, és hogyha egy edzésre elmentek, akkor hogyan néz ki egy edzés? Bemelegítünk, mindenki kiválasztja, hogy melyik anyagon szeretne dolgozni, beállítjuk, és amit a Hajnitól kapunk feladatokat, azokat megcsináljuk, és gyakorolunk. És hogyan néz ki egy gyakorlat mondjuk a levegőben? Milyen elemek vannak, hogy amikor elkezdtétek ti ezt a sportot, akkor mik az alapvető elemek, amiket szükséges elsajátítani? Hát vannak a fejjel lefelé lógó elemek, az álló elemek és a nagyon kötözős elemek, illetve egy kis idő után már a zuhanások. És ezeknek vannak ilyen fajtái, és azokat szoktuk külön-külön. Mindegyik eszközön akkor van ez a zuhanásos történet is. Én azt gondolom egyébként, amikor látom a légtornászokat a levegőben, hogy ez egy nagyon nehéz sport. Ti hogyan gondoljátok? Hát először nagyon nehéz és megerőltető, de amikor többet csinálja az ember, akkor hozzászokik az izomzata. Mi minden szükséges még ahhoz, hogy valakinek olyan izomzata legyen, hogy tudjon ott a levegőben kapaszkodni, és a lábával is tartani magát, és a gerincével, és mindennek? Tehát ezen kívül még nektek szükségetek van-e olyanra, ami erősíti az izomzatokat, vagy pedig az állóképességet, vagy nem tudom? Hát jó, hogyha van, jót tesz, hogyha van, de nem feltétlenül, mert ez a sporttal, az edzéssel kialakul az izomzat, ami kell hozzá. Hogyan épül fel egy,
hát egy gyakorlat, vagy egy, nem tudom, minek hívjuk egyébként, hogy kürnek, gyakorlatnak, vagy gyakorlatsornak hívjuk. Hogyan épül fel ez, amikor mondjuk készültek egy versenyre? Hát mindenki talál ki egy ötletet, amit meg szeretne valósítani, és akkor gondolkozik, hogy ő milyen elemeket rakjon bele, amik erősek, és szépek, és művészien is hatnak, és utána kiválasztja a zenét, és azt folyton gyakorolja, ameddig bele nem ivódik a fejébe. Milyen érdekes az, hogy én úgy gondoltam, hogy előbb jön a zene, tehát hogy van egy olyan inspiráló zene, amire aztán elkezd az ember gondolkodni, és jönnek a gyakorlatok a fejébe, hogy mit lehetne. Én így szoktam. Én előbb a zenét találom, és utána a koreográfiát, de van, aki úgy, ahogy a Zsófi mondta. Szerintetek, amikor mondjuk csináltok egy ilyen gyakorlatot, és amikor elviszitek a versenyre, akkor mi az, ami a leginkább hat mondjuk a zsűrire? Tehát, hogy a tökéletesen kivitelezett gyakorlat, vagy fontos, hogy érzelmileg is mondjuk adjon, vagy hasson, vagy mi az, amit néz a zsűri? Hát ez minden zsűritől függő, de inkább az, amikor erős elemek vannak, és érzelmileg is ott van nagyon. Anna? De szerintem is, mert mind a kettő nagyon fontos. Nekem volt egyszer egy olyan élményem, hogy láttam ilyen légtornát, és így a zenével együtt, amit előadtak a lányok, azt hiszem pont a ti csoportotok volt, tehát többen adtátok elő, de hogy úgy, tehát ilyen katarzis élménye van az embernek, amikor nézi ezt a, vagy ezeket a produkciókat. Én azért gondolom, hogy ez nem is annyira sport, mint inkább művészet. Ti hogyan gondoljátok? Hát ez mindenkinek a felfogása, de a művészet irányban sokkal jobban lehet fejlődni, mint sport irányban, szerintem. Na és akkor hogyan történnek az edzéseitek? Mennyiszer kell nektek eljárni edzésre, hogy ilyen gyönyörű szép eredményeket érjetek el? Hát én minden nap megyek edzésre, amikor csak lehetséges. Zsófi pedig úgy heti kétszer szokott jönni, és együtt pedig úgy heti egyszer nagyjából szoktunk gyakorolni. Ez hány órás edzést jelent egyébként? Egy edzés az egy órás. És az úgy elég is? Jó, hát gondolom azért fárasztó is. Hát fárasztó, de nem úgy elég. Meg egy nap van több edzés is, és hogyha mondjuk nem volt elég, vagy még valami, amit gyakorolni szeretnék, akkor lehet maradni még egy órát. És neked ez a heti kettő, vagy nem, hogy van? Akkor ha két naponta jársz, aha, heti kétszer, az úgy elég? Hát igen, mert akkor több órát tudok maradni, és egyben le tudom gyakorolni. Te nem itt laksz Székesfehérváron, nem Siófokon. Az, hogy Siófokról jársz ide gyakorolni, az mennyire nehéz? Hát kicsit fárasztó, de igazából nem annyira. Szóval hamar eltelik az idő. Mikor kezdtétek el egyébként a versenyzést légtornában? Hány éves korotokban? Egyből az első évben már versenyeztetek is, amikor elkezdtétek ezt? Amikor ezt elkezdtük, akkor még nem igazán voltak versenyek, de amit lettek, mentünk, ez úgy körülbelül egy évvel, másfélvel utána volt, hogy mi ezt elkezdtük. Hogyan kell elképzelnünk a versenyeket, ott milyen kategóriák vannak általában, és mennyire vannak sokan már így? Mert gondolom, hogy már vannak tapasztalataitok, hogy azért Magyarországon nem annyira régi sport, ez én azt gondolom, hogy mennyire sokan vannak egy-egy versenyen? Hát mostanában egyre többen vannak, és teljesen felnőtt korcsoportig van, és már egész kicsi gyerekek is csinálják ezt. Akkor ez a több kategória van akkor ezek szerint, ugye vannak a nagyon kicsi gyerekek, gondolom én, vagy hogyan vannak a kategóriák, segítsetek nekünk ebben? Hát vannak a kisgyerekek, az ilyen elsőtől negyedik osztályosokig körülbelül van az a másik csoport, vannak a tinik és a felnőttek, és néha még szeniorok. És akkor minden egyes kategóriában több jelentkező is jön akkor az egész országból. Mert ugye a világbajnokság előtt volt az országos bajnokság, amit Dunajvárosban tartottak, vagy rendeztek meg. Kik voltak a zsűrinek a tagjai? Mennyire nagy nevek szerepeltek a zsűriben? Hát itt volt a Rippel testvérek is itt voltak. Itt volt a Matúz János, a színházigazgató, Jó, már elég két nagy név egyébként, tehát hogy akkor így már látjuk, hogy a színházi oldalról, tehát az előadás szempontjából, és nyilván az elemeket, tehát az erőelemeket is a Rippel testvérek azok pedig megnézték, vagy nézik. Milyen volt az országos bajnokságot, hogyan szerepeltetek? Én első helyezést értem el Tisúban, és harmadikat karikában. Én elsőt Hemokban, és negyediket karikán. Ja, és még nagyon fontos dolgot nem kérdeztem meg, hogy hát melyik a kedvenc szeretek, vagy én nem tudom, minek nevezzük ezeket az eszközöket, amin szoktatok gyakorlatokat bemutatni. De van-e kedvenc eszközötök? Hát nekem a hemok az nagy kedvenc.
Nekem a tisú. És miért pont a hemok neked a kedvenced, és akkor majd mindjárt megkérdezzük a Zsófit is. Hát én azt gyakoroltam nagyon sokáig, és abban úgy érzem, hogy nagyon sok elemet tudok, és abban ki tudok teljesedni mindenféle nagy erőfeszítés és gondolkodás nélkül. Hát nekem azért, mivel hogy abban végtelen lehetőségek vannak szinte a bekötésekben, mindig lehet újat találni, és nem csak egy helyben vagy, hanem föntebb is vagy, lentebb is. Még nincsenek képek, de majd fognak látni a nézők képeket erről. Ugye a hemok az, amiben így bele is lehet ülni, ugye? Tehát abban azért lehet hát ülve gyakorlatokat bemutatni, akár ingatózni, mint mondjuk egy hintában. És ugye a szilk pedig az hosszú, most már látjuk is a képeket, ugye a szilk az pedig két hosszú, hát nem tudom, milyen anyagból van ez? Hát ilyen sejmes. Ilyen sejmes anyagból van. Mennyire csúsznak egyébként ezek az anyagok, amikor gyakorlatokat mutattok be, vagy amikor gyakorlatoztok rajtuk? Hát csúsznak, de igazából csak szinte a ruhán, bőrfelületen nem csúsznak annyira. Mennyire fontos, hogy milyen ruhában adjátok elő ezeket a gyakorlatokat egy-egy versenyen? Hát az országos versenyeken nincs megszabva, hogy milyen ruha lehet, inkább koreográfiához illődjön. A VB-n és az EB-n pedig dresszekbe kell lenni, hogy ne látszódjon ki a nyakunk, meg egyéb testrészünk. De nyilván ez azért is jó, mert mondjuk a sútlódás miatt is gondolom, hogy jobb, hogyha mindenhol védi a ruha a testeteket. Igen. És akkor most egy kicsit arról kérdeznék benneteket, ez már a Zsófinak az előadása, ugye? Ezt adtad előként a világbajnokságon. Erről egy kicsit, hogyha beszélnél nekünk, hogy milyen, hogyan építetted fel a gyakorlatot, vagy milyen elemeket szerettél volna mindenképpen beletenni? Hát igazából először találtam egy nagyon jó zenét, amire azt gondoltam, hogy erre kell koreót csinálnom, és akkor gondolkoztam rajta, hogy melyik elemek illenének bele. És mindenképp szerettem volna lazasági elemeket csinálni benne, mert abban erősebb vagyok, és kitartásokat. A kitartásokat, azokat így oldalra fele kell elképzelnünk? Vagy azok milyen kitartások? Bármelyik irányba lehet kitartás, csak hogy azt tovább tartják, és nem pont belezuhansz, hanem ott vársz. És ugye ezzel nagyon szép ezüstérmet nyertél. Szerinted mi volt az, ami a leginkább elnyerte a zsűrinek a tetszését? A koreográfia, vagy pedig ezek a gyönyörű szépen megtartott, most látjuk a megtartott elemek? Szerintem a koreográfia volt inkább, mert minden teljesen zenére volt. Meg van adva egyébként, hogy hány percesek lehetnek ezek az előadások? Igen. Mekkora, hány percben kell beleférnünk? Mennyi? Hány percesek ezek? Hát ilyen 3 perc, 3 másodperc körül. Tehát mindenki, aki versenyez, annak 3 perces körülbelül, ugye? Igen. És akkor még nem látjuk az Annáét, de a tiédé egy karika előadás volt. És te hogyan építetted fel ezt a kült? Hát én találtam egy zenét, és tetszett benne egy ütés, és erre a fejembe beugrott egy elem, ami nagyon jól néz neki rá. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy csinálok rá egy koreográfiát, néztem, hogy hogyan kéne még mellé rakni az elemeket, hogy jól kijöjjön, és így felépült. Egyébként nem csak karikában indultál, hanem hemokon nem lehet indulni, hemokon ugye? Nincs. Hemok nincsen a világbajnokságon, ezt nem olyan régen tudtam meg tőletek, hogy ott nincsen, de csak karikában indultál akkor. Igen. Ezek szerint. És miért pont a karikában? Tehát, hogy a karikában, hát ez egy nagyon nehéz dolog szerintem, mert ott nagyon-nagyon szükség van a hajlékonyságra. Hát azért a karika lett, mert a tisú az nekem még nagyon új. A karikát azt többet gyakoroltam ugye a hemok mellett, mint a tisút, és így úgy éreztem, hogy ezzel könnyebben fel tudok készülni, mint egy tisú koreográfiát megcsinálni. Azért ez a karika hát elég keskeny, aztán ugye eléggé mozgékony is. Mennyire kell több erő mondjuk ahhoz, hogy ezeket az elemeket nagyon szépen meg tudjad csinálni? Hát körülbelül annyi erő kell hozzá, mint egy hemokhoz, csak ez ugye vasból van, vagy fémből, és vág, meg nyom. Úgyhogy ennyi benne a különbség. A zenében egyébként van meg kötés, hogy milyen zene, tehát hogy instrumentális zenének kell lennie, vagy pedig ez lehet bármilyen zene, egy énekes zene, amit választatok alá? A világbajnokságon, meg az Európa-bajnokságon ott csak instrumentális zene lehet. Egyéb versenyeken pedig annyi kötés szokott lenni, hogy nem lehet benne trágár kifejezés, vagy pedig utalás. Szerintetek melyikre jobb egyébként megcsinálni egy előadást, vagy előkészíteni egy előadást? Hát szerintem könnyebb olyanra, amiben van ének. Lehet mi ez alkalmazkodni, meg fűzni a dolgokat.
Nagyon szép és nagyon hajlékony vagy, innen lehet látni. Mielőtt elkezdtetek volna légtornázni egyébként, így mondjuk balettoztatok? Tehát, hogy valami olyat csináltatok, ami a művészi kifejezésnek ilyen kis hajlékony módja? Hát én csak tornáztam, és ez segített hozzá inkább a hajlékonyságomhoz. Csak tornáztál, hát azért az is igen éppen elég. És te, Anna? Én nem csináltam előtte semmit. Aha, te egyből ezzel kezdtél. Picit kérdeznélek benneteket arról is, hogy milyen volt kint, Prágában volt ugye ez a világbajnokság. Milyen benyomások értek benneteket, amikor kint voltatok? Ez volt az első külföldi versenyetek egyébként? Hát nekem nem ez volt, ugye voltam már EB-ken is, de itt nagyon fel volt készülve mindenki, és erős mezőny volt, főleg az oroszok. És igen. Anna, te hogyan értékelted az ott kinti? Hát nekem ez volt az első, és amikor így kiértem, akkor így kicsit így meghökkentem, hogy ez itt milyen, meg milyen ügyesek a többiek. Láttam már őket, mikor a Zsófit kísértem, de így mégis más volt, hogy most már én is versenyeztem, és akkor hú, az ellen versenytársam, és így jó volt. Hány napos volt ez a világbajnokságként Prágában? Két napos volt, és el voltak osztva a szerek. Az első napon volt rúd és karika, második napon pedig szilk és gurtni. Hát akkor végül is tudtatok egymásnak tök jól. Hogy mondják ezt, tehát szurkolni vagy drukkolni a másiknak. Hány nemzet vett részt egyszerűen a világbajnokságon? Hát sokan voltak oroszok, csehek, voltak Indiából is. És mi az, amit tapasztaltatok egyébként, hogy mennyivel másabb az ő előadásmódjuk, vagy ahogy ők felépítenek egy gyakorlatot a különböző eszközökön? Másabb-e, mint mondjuk ti, amit csináltok, vagy mi magyarok, amit kivittünk? Ők inkább az ilyen elemekre mennek rá, hogy tökéletes elemeket csináljanak, és nem arra, hogy művészi legyen. Anna, te is úgy látod, hogy karikában Igen. is körülbelül ez volt? Igen, hát nem, nagyon nagy fegyelem van, nagyon nagy szigor, hogy minden feszes, spic, nálunk meg inkább a művészi oldal, hogy kiteljesedjem. És ezeket az elemeket egyébként ők nagyon szépen meg is csinálták? Tehát mondjuk az ilyen erőelemeket azért szépen megmutatták? Persze, nagyon szépen csinálnak mindent. És adta a nemzetközi zsűriről mit lehet tudni egyébként? Oda van-e közöttük, vagy volt-e közöttük magyar, aki zsűritag volt? Tehát, hogy minden nemzetből volt-e ott valaki, aki pontozott? Magyar nem volt, de nagyon szigorúan pontoztak mindent. Mi az, amit ilyenkor néztek szerintetek ottként, vagy mi alapján, vagy hogyan döntöttek ott ezen a világbajnokságon? Jó, nyilván úgy döntöttek akkor, ahogy elmondtátok, hogy itt a koreográfiátok volt annyira ütős, gondolom én, nyilván az elemek is jók voltak, de hogy valószínűleg annyira jó koreográfiákat vittetek, hogy ezüstérmesek lettetek. Jó, tehát valószínűleg ez lehetett. Jó, és akkor egy kicsikét erről, amit a világbajnokságon bemutattatok külről, hogyha mesélnétek nekünk, hogy milyen zenére, és hát milyen elemek voltak benne. Zsófi? Hát a zene az ugye instrumentális volt, és próbáltam olyat keresni, amiben ütések vannak, és így ki lehet számítani, hogy az adta meg mindig a ritmus. A ritmusát. Igen. Olyat kerestem, mert az általában jól szokott kinézni, hogyha minden pont ütésre kijön, és inkább arra koncentráltam. Ugye te azt mondtad, hogy úgy szoktad keresni, vagy úgy szoktad felépíteni magát ezt a gyakorlatot, hogy utána keresed meg a zenét. Most egy kicsit lehet, hogy fordítva volt, előbb a zene volt meg, és utána pedig a hát küldtek. Eleinte kerestem később a zenét, most az utóbbi pár évben áttértem arra, hogy inkább előbb keresek zenét, és utána rárakom az elemeket. És te, Anna, neked hogyan épült fel az ezüstérmet érő karika? Hát én a decemberi országos verseny koreográfiáját alakítottam át egy másik instrumentális zenére, és azt alakítottam át, és azt vittem el. Én mondtad, hogy azért neked nem az instrumentális zene az, ami a leginkább tetszik, de azért olyan zenét sikerült találnod, ami hasonlított az előzőhöz? Hát nem hasonlított, de találtam olyat, ami tetszett. Egyébként a Trónok harcának a zenére volt a koreográfiám. Ó, hát akkor ez tényleg nagyon, nagyon ütős lehetett. Mik a terveitek még egyébként ebben a sportban? Mert ugye hát azért világbajnokságon ezüstérmet nyerni, már ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Még milyen terveitek vannak? Hát igazából szeretnénk párosban is kijutni, meg még több világbajnokságra, minél jobb sikerekkel.
Párosban ti karikán vagytok, ugye? Vagy minden? Hámokon. Hámokon. Az mennyivel nehezebb egyébként párosban? Hát gondolom sokkal nehezebb, azért ott mégis több súly van, meg hát ott egymást is kell tartanotok, azt gondolom, vagy valami. Mennyire nehéz egyébként párosban együtt dolgoznatok? Hát igazából vele könnyebb, mint bárki mással, mert ugye testvérek vagyunk, ugye érezzük egymás mozdulatait, hogy most mit hogy fog csinálni. Erősségbe pedig hát igazából kicsit nehezebb, mert ugye az ő súlyát is én tartom, meg a sajátomat is, de egyébként nem sokkal. És amikor együtt dolgoztok, működtök, akkor mind a kettőtök mond egy kis ötletet, hogy mit, hogyan kellene, vagy lehetne, és akkor a zenét hozza az egyik, és azt mondja a másik, hogy oké, akkor menjen erre? Vagy ezt hogyan kell elképzelnünk a közös munkát, amikor együtt alkottok? Hát általában a zenét azt én hozom, én vagyok a nagy zenés, és utána kialakítjuk közösen a koreográfiát, és azt adjuk elő. Egyébként nektek otthon vannak ilyen eszközök, amin lehet gyakorolni, vagy csak az edzőteremben tudtok gyakorolni? Hát van egy állványunk, amire ugye fel lehet rakni az anyagokat, de ugye az kint van a kertben, szóval ezt nem mindig tudjuk használni, így inkább az edzőterembe szoktunk. Jó, és akkor még egy utolsó, mert már lassan véget ér a műsorunk, de hogy merre fele szoktatok járni, hol szoktatok fellépni, mert ha jól tudom, akkor azért láthat benneteket a közönség. Most voltunk fellépni Fehérváron a kosárcsarnokban, és általában ott vagyunk, meg az egy-egy ilyen rendezvényeken, mint például a királynapok, vagy a sportnapok, a majál is. Tehát akkor azért, aki szeretne közönség, az megnézhet benneteket. Igen, és a majálison is szoktatok tényleg bemutatókat tartani. Mennyire ajánljátok ezt egyébként a gyerekeknek, vagy a fiataloknak? Azt nem is tudom, hogy fiúk is csinálják-e ezt, vagy gyakorolják-e ezt a sportot, mert eddig csak lányokat láttam. Ajánljátok-e fiúknak is, és lányoknak is? Igen, mind a kettőknek. Fiúk is vannak egyébként. Budapesten láttam több fiút is, de nálunk nincsenek. És hány éves korosztálytól érdemes szerintetek ezt elkezdeni? Mikortól érett az ember arra, hogy oda tudjon figyelni arra, hogy lenessen, és hogy el tudja sajátítani a gyakorlatsort? Hát olyan 7-8 vagy fölötte. De érdemesebb gyerekkorban még elkezdeni, mert akkor könnyebben ki tudsz lazulni, és nem vagy annyira még nehéz. Mondjuk szerencsétek van, mert egy olyan sportot választottatok, vagy művészetet, amit azért nagyon sokáig lehet, azt gondolom, hogy gyakorolni, mert hogy felnőtt kategóriák is vannak a versenyben, úgyhogy tényleg jó sportot választottatok. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, vagy hát én köszönöm, hogy itt voltatok, a vendégünk voltatok, vendégem voltatok a stúdióban. Nagyon gratulálok nektek ehhez az eredményhez, mert azért ezüstérmet elérni világbajnokságon, ekkora nemzetek között, akiknek azért már nyilván van mozgásos múltjuk, bármilyen balettban vagy bármiben, úgyhogy nagyon gratulálok nektek, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önök a Fehérvári Beszélgetések című műsorban Barica Zsófit és Barica Annát ismerhették meg kicsit közelebbről. Ők ugyanis kint a világbajnokságon Prágában, nem is annyira régen, ezüstérmesek lettek légtornában. Köszönjük szépen figyelmüket, viszontlátásra!